Még csak most kezdődött el 2023, de az első munkaszüneti napon már túl is vagyunk. Az ugyanis január 1-ére vasárnapra esett. Március 15-e ezúttal egy szerdai nap lesz. A nemzeti ünnepkor nem kell majd bemenni a munkahelyre. A hosszú hétvégék sora idén húsvétkor kezdődik, az ünnep nagypéntekkel együtt április 7-e és 10-e közé esik, vagyis a legtöbbeknek 4 napig nem kell dolgozniuk. A május 1-i munkaünnepének köszönhetően szintén sokan otthon maradhatnak hétfőn, de ez csak 3 napos hosszú hétvége lesz. Pünköst ugyancsak 3 napos munkaszüneti időszakot hoz, május 27-e, 28-a és 29-e között. 2023. augusztus 20-a vasárnap lesz az államalapítás és államalapító Szent István király emlékére, akkor nem lesz hosszú hétvége, sem munkanap áthelyezés. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének ünnepnapja hétfőre esik majd. Ekkor sem kell a legtöbbeknek munkával foglalkozniuk a hét első munkanapján. Ez lesz ugyanis az év 3. 3-napos hosszú hétvégéje. Minden szentek napja szerda lesz, vagyis november 1-e csak 1 napos munkaszüneti napot jelent, hosszú hétvégét nem. Karácsonykor sokan örülnek majd, ugyanis az ünnep első napja szenteste hétfő lesz. December 25-e kedd, 26-a szerda, így december 23-a szombattal együttesen 4 napos hosszú hétvége vár ránk. Az évet pedig szintén hosszú hétvégével zárjuk. Szilvesztert ugyanis hétfőn ünnepeljük majd 2023-ban. Összesen tehát ebben az esztendőben 4 3-napos és 2 4-napos hosszú hétvége vár ránk, munkanap áthelyezése pedig egyszer sem kerül sor.